Én úgy gondolom, hogy a teremtés az egyik első és legfontosabb feladatunk az az, hogy megtanuljunk jót létrehozni. Nyilván ez már azt jelenti, hogy egy belső képen áteresztjük azt, ami egy születőben lévő dolog. Aztán, amit teremtünk, azt tudnunk kell fenntartani. Amit pedig úgy érezünk, hogy kilóg a rendből, ami már nem szolgálja a harmóniát, nem szolgálja azt, amit mi teremtőként és fenntartóként működtetni tudunk, az pedig bizony vissza kell metszeni. Azt gondolom, hogy ez a hármasság az emberségnek az alapvető szűrője. Azt veszem észre, hogy akik hasonló úton indulnak, ők mindannyian felépítik egészen a legvégéig előre azt, megtervezik, mert hogy erre tanít a világ. Tehát egy olyan világban élünk, amikor arra tanítanak, hogy már pedig itt ki lehet mindent előre kalkulálni, meg kell jól tervezni, felépíteni, pénzügyi terv, stb. És akkor ezen az úton kell végigmenni. Hát én egészen más úton jutottam el ide, ahol most vagyok, és én azt gondolom, hogy ez egy inkább működő út. És ebben ugye nyilván szerepe van az intuíciónak, illetve hát annak, hogy hallgatni az adott jelen lenni, tehát az adott pillanat felkínálta lehetőségekkel élni. Én nagyon sokat beszélgetek fiatalokkal, tehát a vendégeinknek egy jelentős része fiatalokból áll. És ezek a beszélgetések mindig már sokszor a felénél, de a végén egészen biztosan úgy zárulnak le, hogy azt mondják nekem, hogy hú, hát nagyon érdekes volt, mert ők nekik ezt még senki nem mondta. És nekem mi ezt szokott szögetütni ez a mondat, hogy hát hogy lehet az? Tehát akkor szeretnek benneteket az emberek? Tehát hogy miért nem mondja senki azt, hogy merj hinni abban, hogy amit te belülről fontosnak érzel, azt el fogod tudni érni. Lehet, hogy nem úgy, ahogy te megtervezted, és ezért persze kellenek tervek, nekem rengeteg tervem volt, kellenek tervek, de ettől fontosabb, hogy a tervek mellett jelen legyél, és fogadd el a pillanat által felkínált lehetőségeket. És tényleg engem nagyon megdöbbent ez, hogy nekik ezt ideig senki nem mondta. Olyan érdekes, mert azt gondolom, hogy a féltéssel van összhangban, csak hogy a féltés meg a szeretet az nem egészen ugyanabban a hajóban ül. Tehát amikor egy szülő féltésből megpróbálja egy teljesen materiális úton elindítani a gyermekét, akkor azt gondolom, hogy sokkal nagyobbat árt vele, mint hogyha azt mondaná, hogy kisfiam, kislányom, bízz magadban, és bízz az életben, hogy majd megsegít. Thank you.
először nekem mindig egy hálaérzés az első. Tehát, hogy én nem minden földön túli érzetet ez előzi meg. Tehát valamiért nem ez a sorrend. Tehát úgy, akkor érzek, akkor nyílik a világ ilyen irányba számomra, amikor először is elfog egy hálaérzet. És ez kiválthatja bármi. Tehát ez kiválthatja egy hangya, kiválthatja egy fűszál, egy felhő, bármi. És ehhez nem kell még itt lennem sem. De hogyha itthon vagyok, akkor meg aztán különösképpen, tehát jön az az érzés, hogy Úristen, én itt vagyok, ez az otthonom, itt élhetek, ez egy csoda, ez az egész. És valahogy ez az érzet tud abba az állapotba billenteni, amikor egyszer csak megjelenik egy csend, egy belső csend, és elkezdek így fülelni. De ez sem egy ilyen nagyon direkt folyamat, tehát hogy nem várom azt, hogy mi fog történni, de elkezdek így befelé hallgatózni, és bizony olyankor jönnek olyan érzetek, amelyek aztán később mozgatni fognak, vagy mozdítanak valamilyen irányba. Kinek írok? Hát a világnak, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, az emberiségnek, nem is tudom, mindenkinek írok, persze magyar nyelven, kizárólag, küzdjön meg vele mindenki, aki akar. De tehát, hogy igen, mindenkinek, tehát, hogy az írással sosem célom van, sokkal inkább ez is egy belső igénynek a kivetülése, valami ilyesmi. Ez egy álomkép volt, pontosabban ez a kereszt, ez egy álomkép volt, és ezt a képet hoztam tulajdonképpen úgymond a földre, vagy tettem láthatóvá mindenki számára. Ez egy nagyon érdekes dilemma volt bennem, mert úgy éreztem sokáig, hogy hát akkor most ezt az álomképet meg kell csinálnom. Aztán kiderült, hogy dehogy is ez ott egy létező minőség, egy érzékelhető létező hármas kereszt, amelyet egész egyszerűen csak meg kell mutatni másoknak is, mert az, hogy én érzem, az egy nagy ajándék, de ez az ajándék, ez most már mindenki. Amíg a hagyományos kereszt, a feszület, az ugye a krisztusi szeretetnek, a fiúi minőségnek, annak a fajta szeretetnek a képjele, amely testvéreként fogad mindenkit, és az atyát tiszteli mindenben, addig mondjuk a kettős kereszt az az anyai, a női minőségnek, elsősorban ugye a boldogasszonynak a keresztje. Tehát tulajdonképpen az a fajta anyai önfeláldozás, amit egy férfi akármennyire is szeretne, nem tud megtapasztalni. Tehát a fiú módjára tud egy férfi önfeláldozni, egy anyai módra pedig egy nő. És a hármas kereszt az tulajdonképpen ennek a kettőnek az egyéválása. Amikor nem számít, tehát amikor már nem válik szét ez a két minőség. Szakadt koldus sétál az úton. Kezem után nyúl, ha akarom, sorsom megtudhatom. Szemébe nézve tekintetem a végtelenbe szalad, sima arcú, fura alak. Magam sem tudom miért, de hagyom, hogy tenyerem térképén újja bolyongjon. Majd döbbenten rám néz, utána valóban tudja sorsom. Csak azt mondhatom, kezdi, a maga jövőjét a múltja rejti. Lelke több ezer éve járja a testeket, tud már mindent, mit szelleme tehet. Évezredeken át kutatta a világot, megkapott már minden választ, amire vágyott. Járt levegőben és vízen, átsétált házfalakon, lebegett a szélben. Tudja, ki volt Nimród, hogy a magyarok fájára mit rót, ismerte Jézust és meg annyi mást, összeszedett már minden tudást, de valamit még nem tett, ezért még egyszer utoljára megszületett.
miközben a világot kutatta, szeretni elfelejtett. Elszállt az idős, még nem tanult családja mellett türelmet, alázatot és életen át tartó szerelmet. Mert ha mindezt megtanulta volna, rég nem lenne már szolga, és mit ezer éveken gyűjtött, egyszerre megkapta volna. Maga a tudást választotta az élet helyett, bizony barátok, rosszalmából levett. De van még egyetlen utolsó esélye. Magában van minden tudás, ne kutassa tovább, csak szeressen igazán végre. Ezzel kezem elereszti, én zavartam, pénzt kezdek keresni, s zsebébe gyűröm, majd lépdelni kezdek, aztán szinte futni, csak érnék már haza szeretni tanulni. Szakadt koldus sétál az úton, megállít olykor valakit, és szó szerint ugyanezt neki elmondja. Naponta százszor is elmondja a bolondja, hazudós koldus sétál az úton, és mikor nem látja senki, hangtalan átmegy a falon.